Idén 6. alkalommal szervezték meg az Agropódiumot. Az Agrár szakmai nap célja az aktuális problémák megoldása és a jó gyakorlatok megosztása. A magyar vállalkozások nehéz helyzetben voltak az elmúlt időszakban, így kevés lehetőségük van innovációba fektetni. Igaz ez a mezőgazdaságra is. Említhetném a mezőgazdasági innováció egyik fontos területét, a bioenergiának a hasznosítását, amely azért is nagyon fontos, mert mezőgazdasági hulladékoknak a újrahasznosításáról van szó. Tehát a környezet ez nem szennyezi tovább, nem marad kint a természetben, vagy akárhol egy lerakóban, hanem ebből energiát állítanak elő, amit a mezőgazdaság hasznosít, például mint egy hűtőháznak a fűtésére, melegítésére, vagy egy állattartó baranfitelepnek a szintén a fűtésére, vagy melegítésére, és még sorolhatnám. A mezőgazdaság évekkel ezelőtt elindult az innovációs fejlesztések útján, azonban míg 2020-ban a Covid nehezítette meg a helyzetüket, addig a problémát most az jelenti, hogy sok hazai cégnek van kapcsolata Ukrajnával, elsősorban az alapanyagbeszerzés miatt. Olyan alapanyagok, mint például a műtrágya ára, az tényleg az egekbe emelkedett, és ez mind-mind érinti természetesen a termelőket, illetve a mezőgazdasággal foglalkozókat, de ez mind-mind arra is kell, hogy sarkaljon bennünket, hogy új technológiák után nézzünk, olyan fejlesztésekre helyezzük a hangsúlyt, amelyek ezekre megoldást nyújthatnak, és hát itt is vannak olyan jellegű különböző novumok, amelyek én úgy gondolom, hogy erre akár hosszú távon megoldást jelenthetnek majd. Ilyen lehet a drónok alkalmazása, amely a növénytermesztésben jelenthet új lehetőséget. Napjainkban ugyanis meghatározó fejlődési irányzat az agráriumban is a digitalizáció. A drónok használata jelentősen javíthatja a kijuttatott hatóanyagok hatékonyságát, ezzel költségtakarékosabbá téve a gazdálkodást. Ennek érdekében a Nyíregyházi Egyetemen a tervek szerint jövő szeptembertől drónpilóta képzés indul. Itt kimondottan a permetezés lenne a cél. Tehát célzottan lehet adott mennyiségű permetezőszert kijuttatni adott területre kimérve, gyakorlatilag ez költséghatékony, hát nyilván maga a drónnak van egy költsége, de az még mindig jóval alatta marad egy nagyobb permetezőgép üzemeltetésének, és hát ugye piaci árának is. Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan innovatív dolog, amiben, hogyha elindulunk, akkor ennek mindenképpen piaci haszna lesz. A 6. Agropódiumon magyar, román és szlovák vállalkozások képviselői is részt vettek, néhányan online formában. A konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében rendezték meg kedden a Nyíregyházi Egyetemen.